még soha ilyen telefonhívást nem kaptam. Fidesz nélkül nem lenne polgármester? Ezt se tudjuk. Egyébként vannak nehézségei, mert mondjuk a nagyfiam még kicsi volt, amikor egyszer azt mondta, hogy apa veled nem szeretek bemenni a városba, mert mindenkit ismersz, téged is mindenki ismer, és mindenkivel beszélgetsz, és nem velünk foglalkozol. Budaházi Györgyöt kiengedte volna? Nem feltétlenül. A... Nagyon röviden kérdez engem, akkor most szerintem a, a társadalom teljes megnyugtatása érdekében valamit a kegyelmi joggal is érdemes lesz kezdeni a parlamentnek. Az ellenzéknek nem korrupciós vágya volt, hanem önmagában azt kifogásolt, hogy miért épült, ö, stadion, miért közösségi tér. Én pedig hiszek a közösség erejébe. Üdvözlök mindenkit! Ez az igazság 50 árnyalata, a frissirek.hu podcast csatornája. Én Nemes Tamás vagyok. Mai vendégem Cserpalkovics András Székesvér Fideszes polgármestere, aki már 14 éve vezeti a várost. Korábban volt országgyűlési képviselő és a Fidesz helyettes szóvivője is. Üdvözlöm, polgármester úr, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Én köszönöm szépen a kedves meghívást, és köszöntöm azokat, akik néznek, hallgatnak bennünket. Jól értelmezem -e, hogy ha azt mondom, hogy a Fideszen belül én úgy érzem, hogy egy külön entitás polgármesterként, politikusként kritikát fogalmaz meg, mindeközben ugye a köztudatban azért a Fidesz vezető politikusai közé sorolják, nyilván köztudat az is, hogy Orbán Viktorral jó kapcsolatot ápol, a kettő hogy fér -e meg egymás mellett, ráadásul úgy, hogy azért alapvetően pártársai mondjuk egy-egy ilyen kritikáért már lehet, hogy akár egy fejmosást is kapnának. Hát vagy csak nem próbálják meg, hogy kapnának-e, vagy nem kapnának. Ugye én nyilván mindenki tudja, hogy tartozok egy, egy politikai párthoz, egy pártnak a közösségéhez a Fidesz, ez nagyon-nagyon régóta, 1989 vége óta még ugye nem volt én alsó életkori határa a Fideszbe, akkor csatlakoztam ehhez a szervezethez, viszont 2010 óta annak a városnak vagyok a polgármestere, ami ez minden köt, hiszen ameddig a családot vissza tudjuk követni, addig mindig fehérvári vagy fehérvár környéki családtagokkal, felmenőkkel találkozunk, tehát tényleg abszolút lokálpatriótaként kaptam meg ezt a megtisztelő feladatot, és szolgáltam a városomat és hogyha olyan dolog történik, ami szerintem egy pozitív kormányzati döntésként pozitív módon érinti a várost, azt is elmondom, de szerintem úgy hiteles, és az is hozzá tartozik, hogyha valami olyan dolog történik, ami meg szerintem az önkormányzati világot, azon belül a megyei jogúvárosokat, vagy éppen Székesfehérvárt hátrányosan érinti, akkor szerintem kutya kötelességem ezt is elmondani. Nekem az első ilyen kritika volt, lehet, hogy korábban is volt, de amit én is személyesen megtapasztaltam, Budapestre beérkezve még talán 2011-ben, amikor uh, ugye kitalált az akkori főpolgármester, hogy a Budaörsi útnak a bevezető szakaszán legyen egy buszsáv, nagyjából 10 kilométerrel ezzel meghosszabbítva az m a torlódást, és, és, tényleg nem lehetett egyszerűen Budapesten bejutni. Nyílt levelet írt akkor ugye az akkori Fideszes ö, főpolgármesternek, ö, Tarlós Istvánnak, aki rövid időn belül rövidre is zárt ezt a... Még a vita szinte indult, mert megszüntette a buszsávot. Voltak akkor önök ilyen jó viszonyban, vagy úgy volt vele, hogy annak a sok fehérvárinak, aki bejár, annak tartozik ezzel, és lesz, ami lesz? Össze is tarlos főpolgármester nagyon tisztelem, hiszen nagyon hosszú időn keresztül kerületet, aztán fővárost is irányított, és azért ez, ez pontosan érzem, tudom, hogy ez nagyon komoly munka de ott akkor született volna egy olyan döntés, ami, amit én úgy éltem meg, és a környezetünk is, a fejeváron és Fehérvár környékén élők is úgy éltek meg, hogy kifejezetten hátrányos lenne. És értemszerűen hogy Budapest méretű város működtetése, közlekedésének megszervezése az agglomerációval együtt lehetséges csak, és ez nagyon bonyolult feladat. Tehát én nem önmagában az ilyen változások ellen voltam akkor sem, hanem hogy akkor ennek vannak alapfeltételei. Mondjuk P plusz L parkolók, ahol akkor le lehet tenni az autókat, onnan megfelelő közösségi közlekedéssel megszólítani és lehetőséget adni az embereknek, hogy mondjuk bejöjjenek, és itt jön a másik probléma, ügyet intézni a fővárosban, mert ameddig az ügyek jelentős részért el kell jönni Budapest belváros Addig nem hiszem, hogy korrekt az ország nagy részét Budapesten kívül tartani. Szerintem át lehetne gondolni, hogy biztos, hogy mindennek a fővárosban kell -e ügyintézés szintén lenni, vagy nem, de akkor mindegyik esetben van ennek a válasznak valamilyen következménye, például a közlekedés tekintetében. És az én kritikám erre vonatkozott, megértve, hogy a fővárosi logika és a fővárosi közlekedés szervezés az lehet, hogy egy más érdeket mutat, és lehet, hogy az az érdek ugyanúgy legitim, mint ahogy adott esetben nekem a fehérváriakat egy ilyen ügyben képviselnem kell. Igen, de azért a, a abban a levélben azért, hogy mondjam, nagyon kulturáltan, de azért élesen meg volt fogalmazva a vélemény is, mert volt egy ilyen mondat, én erre nagyon emlékszem, hogy a hogyha Budapest nem tudja ellátni e, azt a feladatot, hogy a főváros legyen, akkor visszamehetünk akkor a középkorig, utalva arra, hogy Székesvérvár egyszer már ugye ellátta ezt a feladatot, akkor Székesvérvár teszi ezt a feladatot, és legyen újra főváros. Viccesen mondhatnám, hogy én egy ősi történelmi városból érkeztem, egy nagyon fiatal városba, hiszen Budapest hozzánk képest az mindegy mind egységes város, elég fiatal, de nyilván a, a világ egyik legszebb fővárosa, és az én fővárosom is. Tehát ez a, ez a megjegyzés, ez persze inkább ironikus volt, és egy kicsit viccel, fölszerette volna erre a problémára hívni a figyelmet. Annyiban van komoly tartalma, hogy, hogy, nagyon sok olyan dolgot érzékelek, amiket nem biztos, hogy feltétlenül mindig Budapesten kell lenni. Tehát, hogyha mondjuk megnézzük Németországot, Németországban az alkotmánybíróság az nem bomban volt, és nem Berlinben van, hanem karlsruhe amelyik azért finoman szóval sem egy központi, és nem a legnagyobb városa a német településeknek. És folytathatnánk ezt a sort nálunk. Történelmileg nyilván úgy alakult, hogy minden Budapesten van, de ha minden Budapesten van, mindent ide központosítunk, magyarul ide kell jönni egy csomó dolgot elintézni, akkor ennek a feltételrendszerét is vállalnia kell a fővárosnak, és biztosítania kell ennek a, a, az alapjait, és akár az alapinfrastruktúráját is. Ha pedig azt mondjuk, és szerintem ez egy jogos jövőkép lehet Budapestnek, hogy, hogy csökkentsük mondjuk az agglomerációba beérkező autók számát, kicsibe ugyanezt kell nekünk is csinálni Fejváron és Fejvár környékén, akkor meg kell nézni, hogy hogyan lehet azt elérni, hogy ne is kelljen feltétlenül mindenért Budapestre jönni, hanem el lehessen egy-egy régió központban, egy-egy járási központban, közigazgatási ügytől kezdve nagyon sok minden egyéb dolgot, akár a szolgáltatásokig is nyúlhatunk ebben a kérdésben, intézni vagy igénybe lehessen venni. És hogyha ez megvan, meg mellette megvan mondjuk az, hogy letehetjük, ugye akkor ez még nem volt adott, most azért már vannak -e erre kezdeményezések, hogy mondjuk letehetjük a bevezető utakon az autót egy, egy biztonságos, normális parkolóhelyen, onnan pedig föl tudunk szállni mondjuk a metróra, és be tudunk vele jönni a belvárosba, akkor lehet a másik oldalon korlátozásokról dönteni. De először a feltételrendszert szerintem meg kell teremteni. Annyiban egyébként piciben ez ugyanúgy megvan Debrecenben, Szegeden, Székesfehérváron, hogy ugyanilyen agglomerációs logikába kell gondolkodnunk nekünk is a saját településeink és környezetünk együttélése tekintetében, és ez ugyanúgy ki kell alakítani azokat az infrastruktúrális elemeket, amiket Budapestnek nyilván nem ugyanazokról a méretekről és nagyságokról beszélünk, de bármilyen furcsa, hogy mondjuk 100 ezer fő Fehérvár lakossága, valójában ennél több, de mondjuk az állandó lakóhelyen rendelkezőket számoljuk, napi népesség körülbelül 50 ezer több. Ugye, hogyha ezt az arányt megnézzük Budapesten, akkor hasonló arányokat fogunk látni, csak jóval nagyobb számokkal. De nyilván előbb meg jóval kevesebb a bevezető út, jóval kisebb a közösségi közlekedés, tehát van hasonlóság a méretbeli óriási különbség és differencia ellenére is. Tehát én megértő voltam az akkor és a jelenlegi főpolgármester irányába is, hogy, hogy ezek a itteni városszervezési kérdések nem könnyű, könnyűek, de nyilván nekünk is van egy szempontrendszerünk, amivel kapcsolatban megbíztak minket a helyben élők, hogy azt képviseljük. Azóta azért volt még jó pár kritika, mert itt azért alapvetően ugye a, nyilván a választók eh, fehérváriak eh, ügyében született egy ilyen, egy ilyen kritika. Azóta azért többször is született eh, éles kritika, ami nem csak elsősorban a fehérváriak, hanem én azt gondolom, hogy inkább mondjuk már az önkormányzatok, az önkormányzatiság jegyében eh, volt. Eh, és van is különbség, mert hogy azért a, az a mondata, amikor például, hogy Fehérváron egyre több vendégmunkás jelent meg, és, és ezt, ezt itt szóvá tették, az volt a válasza, hogy ugye Fehérvárnak nyitva a kapuja mindenki előtt, ahogy eddig is nyitva állt, és említette az ukránokat korábról, stb. 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 Tehát, hogy igazából azért ez viszont már szembe megy mondjuk a Fidesz központi kommunikációjával, azzal a narratívával, ugye, hogy nem engedünk be az országba senkit. Ilyenkor, amikor azt mondja, hogy nyitvál a kapu, és mi mindenkit befogadunk, akkor nem csörög a telefon, hogy András azért ezt egy kicsit szerényebben fogalmaz meg? Még soha ilyen telefonhívást nem kaptam a Fidesz, vagy éppen a kormány vezetőitől ezt nem talán fontos rögzítenünk. Másodszorban itt azért én nem feltétlenül érzem ugyanezt az ellentmondást ilyen erőteljesen. Mire gondolok? Ugye a Fidesz és a kormányzati politikának központi eleme az elmúlt években az volt, hogy a migrációt, mind, mind társadalmi és világban megjelenő folyamatot korlátozzuk és próbáljuk megakadályozni magyarul. Ne jöhessen senki engedély nélkül, nem munkavállalási célra, úgy, hogy róla nem tudunk semmit. Ehhez képest ugye a vendégmunkás egy nagyon-nagyon nehéz jogi eljárás keretében juthat el egyáltalán Magyarországra munkavállalási szándékkal. Maga adót füzet, utána munkáltatója adót füzet, tudunk róla, ismerjük őt, bejelentett munkahelye van. Tehát itt a kettő között az gondolom, hogy van, van különbség. A Amire én utaltam, és így valóban hoztam egy szimbolikus példát, hogy Székesfélvár címerében, egy várkapu van, és a várkapu az egy nyitott városkapu. Ami szerintem, ha már csak egy történelmi városban élünk, akkor fontos, hogy ezekre a történelmi szimbólumokra és annak üzenetére is odafigyeljen. Tehát aki dolgozni jön hozzánk, és szeretné azt a várost, ahol mi élünk, egyébként ameddig nálunk lakik, otthonként kezelve, arról gondoskodva, fejleszteni munkájával, elősegíteni, hogy, hogy tudjunk újabb és újabb célokat kitűzni és megvalósítani, akkor is amennyiben várjuk, ha és amennyiben az adott munkahelyekre nincs már megfelelő számú magyar munkavállaló. Mert Fehérváron ez a helyzet, hiszen gyakorlatilag teljes a foglalkoztatottság most már mindegy évtizede. Ugye a legfejlettebb városnak nyilvánította az Egyensúly Intézet egy 53 indikátoros kutatás alapján a várost óriási iparral, és nagyon-nagyon sok betöltetlen Munkahelyel. Ami viszont már a város fejlődését is veszélyezteti, hiszen önmagában mindent a robot nem fog megoldani, tehát a robotizálás mellett fontos legyen szakképzett munkaerő is, ha és amennyiben nincs arra magyar munkaerő. Igen, de a kijelentés óta azért sok minden változott, tehát hogy azért a Fidesznek volt egy konkrét kampánya a fél ország teli volt plakátolva azzal, hogy nem hagyjuk, hogy elvegyék a, a külföldiek a, a munkahelyeinket. Ehhez képest most meg ö, csoportosan arról szólnak hírek, hogy csoportosan folyik a betelepítés ezeknek a munkavállalóknak. Mindig, mindig azt szoktam kérni, hogy hozzák nekem oda azokat a fehérváriakat, akik... Ö, akik nem tudnak elhelyezkedni Székesfehérvárról és munkanélkül. Fehérvár egy jó helyzetben ehm, van, mert munka... Igen, csak ez ilyányban. egy agglomerációt is jelent. Tehát a Fehérvári munkaerőpiac az úgy néz ki, hogy kb. 32 ezer ingázó munkavállalónk van minden egyes nap. Tehát 32 ezer olyan embernek ad a Fehérvári gazdaság, kereskedelem, szolgáltató, háttér, közigazgatás munkát, akik nem Fehérvárjak. Tehát ez egy 30-40-50 kilométeres körről ingázó munkavállalói kört jelent, és már ezen körön belül sincsen szabad munkaerő. Tehát ez egy nagyon fontos változás. Volt ez másként, ugye a, a városnak az ipara a 90-es évek elején összeomlott, és sajnos ott egyik pillanatról a másikra egy 20 ezer munkanélküli, egy nagyon-nagyon komoly társadalmi feszültséghalmaz alakult ki, de utána erre rá tudott a modern gyáripar épülni. És szerencsére ma teljesen más a, más a helyzet. Az egy jó kérdés, hogyha a jövőben akár a robot, akár bármilyen gazdasági nehézségből fakadóan az iparnak lenne egy nehezebb időszaka, mondjuk látva most, hogy mi történik Németországban és Európában a gazdasággal, iparral, sajnos ezt nem zárhatjuk ki teljesen, akkor mi történik? És akkor nyilván a magyar munkavállalót kell. Előnyben részesíteni, és ezért én azt is megfogalmaztam ebben a említett interjúban és máshol is, hogy magának a szabályrendszernek viszont nagyon szigorúnak kell lenni, hogyha vendégmunkásról beszélünk. Tehát tudnunk kell, hogy milyen munkahelyre, valóban nem létező magyar munkavállalói kör ö, által be nem töltött munkahelyre érkezik, tudjuk, hogy kicsoda érkezik, a munkáltató érte felelősséget vállal, adót füzet, szerintem nagyon fontos, közbiztonsági szempontból nem jelent semmi jellegű veszélyt, és a feltétel rendszere annak, hogy ő egyébként élhessen egy településen van annak körtjénként, meg kell teremteni. Tehát az nem működik, hogy mondjuk egy családi házra rábökök, és azt mondom, hogy ez mától munkásszálló, ugyanitt eddig egy ötfős család lakott, de most akkor itt csúfolunk 20 vendégmunkás, mert sajnos, sajnos ilyenre is volt és van példa. Itt szerintem a leghatározottabb hatósági fellépésre van szükség, mert ez, ez nem egy érdemi párbeszéden és jogszabályokon alapuló munkavégzés. Az utóbbi esetében, tehát mindenképpen azért a jogszabályok szigorítása szerintem egy helyes irány, de ma nem tekinthetünk el attól, hogy bizony a munkahelyek száma az meghaladja a munkahelyekre jelentkező szakképzett munkaerő számát. Nem érzi úgy, és nyilván polgármesterként erre büszke is lehet, hogy Fehérvár egyfajta buborék ebben az önkormányzati rendszerben, mert hogy alapvetően csak pár példát említve néztem a, a, a social media megjelent fogadóóráit például, ahol, ahol miközben arról beszéltünk, hogy ugye rezsiválság van, Örömmel bejelenti a Székesvári polgármester, hogy nyugodjon meg mindenki. Az úszoda nálunk akkor is nyitva tart, mert ez és ez a miniszterrel való tárgyalás után nyitva tudtuk tartani. Nem jönnek az uniós pénzek, de Fehérváron az iskola felújítási program tovább haladt. Tehát, hogy minthogyha az ország ügyei azok Fehérváron valahogy megállnának, és sokan erre azt mondják, hogy lehet, hogy azért, mert Orbán Viktornak igen erős kötődése van Fehérvárhoz, a miniszterelnök szülei ott laknak Fehérváron, oda járt gimnáziumba, tehát hogy hogy, 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 ez a fajta viszony, és nyilván az, hogy most már több mint 30 éve ilyen jó kapcsolatot ápol a miniszterelnökkel, ez, ez számít egy vicces megjegyzéssel kezdeném a választ, hogy aki feje várja, az tudja, hogy mit fog ez jelenteni. Ő telek is volt, én meg Józsefes, azért ez egy nagyon nem ugyanaz a pálya. De hogyha most a viccet, viccet félretesszük, ugye az említett fejlesztések tekintetében az egyik az egy modern városok program keretében megvalósul, ez az iskola felújítási program. Bármelyik másik megye városnak pártállástól függetlő van ilyen megállapodás De az is sok a, nem, sok azok megálltak álltak, akkor, amikor a... akkor álltak meg, hogyha az adott város nem tudta őket nem akkor álltak meg, hogyha nem kaptuk volna meg a forrást, megkaptuk a forrásokat. Mi se feltétlő tudunk mindent megvalósítani belőle, mert közben a város esetében is kiderült, hogy mondjuk van olyan infrastruktúrális fejlesztés, ami túl sok pénzbe kerülne, és a felmérések után azt kellett mondanunk, hogy azt a pénzt inkább költsük el másra is. Eben én ebben éreztem nyitottságot egyébként másoknál is. Vagy az iparfejlesztés azért ebben a pillanatban mondjuk... Európa egyik legnagyobb autóipari beruházása a Szegedre megy. Szegedet pedig egy baloldali városvezető irányítja nagyon régóta. Tehát itt rögtön lehet példát mondani arra, hogy, hogy bizony ellenzéki vezetésű városnál is lehet komoly fejlesztésekről beszélni, amik nem mentek volna kormányzati támogatás nélkül, hiszen halljuk, hogy mondjuk Szeged vagy éppen Debrecen az milyen forrásokat kap az államtól, hogy infrastruktúrát, ipari parkokat, ahhoz kapcsolódó közlekedést, csomópontokat tudjon fejleszteni, és szerintem egyébként ez így helyes. Tehát kell, hogy legyenek az országban olyan ügyek, és szerintem a városok, települések fejlesztése ilyen ügy kellene, hogy legyen. Van, amikor ez jobban kimutatható és megvalósul, és van, ahol ez kevésbé, és szerintem az probléma, hogy a településeink fejlődése, az egy közös ügyünk. Ö, ugye fontos szerintem azt tisztázni, hogy mit gondolunk a településekről. És De én... akkor csak az eredeti kérdésre visszamenve, hogy az kijelenthető, hogy nincs különleges bánásmódban részesítve Székesfehér. 14 év alatt. Ez kicsit olyan, hogy megkérdezem a felcsúti polgármestert, hogy felcsút nincs. semmiképpen nem nyilatkoznék felcsút önkormányzat nevében, maradnék csak Székesfehérváron, az is elég feladatot ad. 14 év alatt egy olyan döntéstől tudok, nem is feltétlenül helyeslem, hogy ez megtörtént, még hogyha mi a kedvezményezettjei voltunk, akkor sem, ami Mitnél kimutatható lehet az, hogy a megyei városok közül alapvetően a kormánypárti városok kaptak évekkel ezelőtt egy évvégire mondjuk egy rezsi vagy üzemeltetési, működtetési kiegészítő támogatást. Valamennyivel több mint egy milliárd forintot jelentett az egyébként Székesfehevának. Jelezném, hogy 8 milliárd forint szolidaritási hozzájárulást fizetünk mi idén az állami költségvetésbe. Tehát így kell nézni, azt gondolom, hogy talán az arányokat az összes többi program, legyen az adósságkonszolidáció, legyen az modern városok program, legyen az az Európai Uniós források felhasználási szisztémája, az mindegyik megyejogú városnál ugyanúgy megvolt, függetlenül, hogy milyen pártállású az adott település. Az egy másik kérdés, hogy ennek a városnak a saját ereje, az mire ad lehetőséget. Magyarul mennyire erős mondjuk a gazdasága vagy az ipara, hiszen abból van az a helyi adó adóbevétel, amiből mondjuk Fehérvár akkor is tud adni plusz támogatásokat, hogyha egy Egyébként nehéz idők miatt máshonnan nem érkezik. Vagy azért, mert éppen az állami költségvetésnek nincs erre megfelelő forrása, vagy azért, ami most van, mert sajnos nem érkeznek az Európai Uniós források. Ha jól látom, lengyel barátaink hirtelen jogállammá váltak, és ők most már minden EU-s forrást megkapnak egyik pillanatról a másikra. Biztos nincs összefüggésben ez az új kormányjal, de lehet, hogy mégis. De sajnos a magyar települések nem kapják meg ezeket a forrásokat jelenleg. Tehát ezeket valahogy meg kell próbálni. Pótolni, és ebben a helyi erőnek, a, a helyi befizető, befizetett adónak, annak mértékének, arányának nyilván fontos szerepe van. Ez eltér a városok és települések tekintetében, de ez nem önmagában egy kormányzati politika következménye, hanem helyi adottságok között van különbözőség. Ugye most is és korábban is úgy fogalmazott, hogy nem a Fidesznek tett esküt, hanem a választóinak, szét lehet választani ezt a kettőt? Mert hogy akkor visszafordítva a logikát, Fidesz nélkül nem lenne polgármester? Ezt se tudjuk, nem feltétlenül szeretném kipróbálni, hogy ez így van, vagy, vagy nincs így. Én tartozok egy közösséghez, a politikai közösséghez, és ennek a közösségnek a támogatását eddig mindig megkaptam kérdés, hogy így lesz -e ez most is, de talán igen. E, ami viszont a másik része, hogy... A, azt tudja, amúgy, hogy Székesvérváron mondjuk az előző választások idején hány szavazatot kapott mondjuk az ellenzéki oldalról? Tehát, hogy... Nehéz ezt pontosan megmondani, mi olyan 4-4500 szavazatra gondolunk, az ellenzék olyan 6000-re becsüli azoknak a szavazóknak a számát, akik nem fideszes szavazóként voksoltak rám és viszont benne, hogy ugyanezt majd megteszik néhány hónap múlva is. Nehéz ezt nyilván modellezni, de szerintem az nagyon fontos, hogy a polgármesteri feladat kört mi tekintjük. És én kicsit úgy érzem, mintha összegyúrnánk különböző reprezentatív és kormányzati funkciókat egybe, és ez az, polgármesteri, amit polgármesteri feladatnak hívunk. Van reprezentációs feladat, van a közösségi építésben egy kiemelt felelőssége a polgármesternek, és mellette úgymond kormányoz is, hiszen a helyi ügyekben a közgyűlésnek, illetve a polgármesternek vannak meg a döntési kompetenciái. Én nagyon fontos lépésnek tartottam, és bár fakad belőle nehézség, de üdvözlöm, és az egyedüli lehetséges döntésként kezelem, hogy szét lett választva magyarul összeférhetetlennek lett kimondva a jogszabály által, hogy valaki egyszerre legyen polgármester, és egyszerre legyen országgyűlési képviselő. És ez nem csak egy jogi különbségtétel, Igen, de hanem ez egy politikai képviselők azt, hogy. O, rendben van, egy kisebb városnak, a polgármesternek milyen könnyű lenni, mert az országgyűlési képviselő rakja kirakadba magát, ő viszi vására jobban a bőrét, és ez amúgy valamilyen szinten azért érződik is abból a szempontból, hogy csak egy példa, tehát tudom, hogy Fehérváron öm, ugyanúgy kimegy foci meccsre, ugyanúgy az emberek között vásárol, megy jobbra-balra, a rendezvényeken öm, Fehérváron megtapsolják, itt azért Budapesten nem igazán lehet látni azt mondjuk, hogy egy kormányülésről kifele jövő minisztereket tapsvihar fogad. Igen, ez egy más feladatkör, más szolgált, más terület, de ugye egyrészt az egyén választ, hogy az országos politikában szeretne -e dolgozni, vagy a, a helyi közösségben, az önkormányzati és a helyi közéletben szeretne tevékenykedni. Ez mindenkinek a, a saját döntése is, hogy melyik az ő irány. Én is választhattam volna azt, hogy maradok az országos politikában, vagy visszatérek ide, én nem ezt szerettem volna. Én nekem ez a helyi köz, közélet, a helyi közösség ügyeinek intézése az, az közelebb áll a személyiségemhez. Ennek vannak előnyei, egyébként vannak nehézségei, mert mondjuk a nagyfiam még kicsi volt, amikor egyszer azt mondta, hogy apa veled nem szeretek bemenni a városba, mert mindenkit ismersz, téged is mindenki ismer, és mindenkivel beszélgetsz, és nem velünk foglalkozol. De tehát ebbe kicsit benne van az, hogy a polgármesteri munka az is, hogy az ember elmegy a piacra, elmegy vásárolni, elmegy a színházba, kiül ki egy kávézóteraszára, elmegy egy foci meccsre, vagy éppen jégkorong mérkőzésre, ott él az emberek között, és bizony ott nagyon gyorsan megkapja a visszajelzést is. Akkor is, hogyha a valami jó irányba megy, meg azt is, amikor az emberek úgy érzik, hogy kedves polgármester, ez itt hiba volt, vagy nem így kéne csinálni, ma amúgy kéne csinálni. Ezért nagyon emberközeli ez a, ez a munka, én ezért is szeretem. Néha persze ez okoz aztán nagyon sok kihívást is. Milyen ez a politikai közösség, amelyhez 89-ben csatlakozott? Az egyértelműen látszódik, hogy a mostani Fidesz az már nem az a Fidesz. Nyilván körülött is megváltozott minden. Lát-e most olyan töréspontokat, amely, amely akár mi hatással bír majd a, a, Fideszre, kicsit rátér az aktuál politikára, Korábbi belső emberek, Pesti László, Magyar Péter, ugye most belsős információkat ö, ö, közölnek, szivárogtatnak ki, azért itt korrupciógyanos ügyekről, túlárazásokról, ö, miniszterek felelősségéről van szó, megrengetheti ez a, a Fidesznek a, a hatalmát. Én nem érzek semmilyen mozgást belül, vagy ebből fakadó problémát, akár az elmúlt napokra, akár az elmúlt pár hétre gondolok. Ha valakinek korrupciógyanús ügyről fogalma van, akárhol is az országban, akkor neki az a kötelessége, hogy az ehhez kapcsolódó feljelentéseket megtegye a rendőrség irányába. Mindaddig, amíg ez nem történik meg, addig ez csak egy, egy beszélgetés, ami, ami sok helyen megtörténhet egy egy kocsmába, de ő magában nem biztos, hogy lesz annak következménye. Szerintem az egy mindig fontosabb kérdés, hogy amikor már másfél évtizede van egy politikai közösség hatalmon, egyébként ez nem csak országosan kérdés, ez bennünk is, akár lokális szinten is, akkor mikor hogy van szükség arra, hogy egy kicsit értékelje akár a, a belső mozgásokat, a, a humán politikáját egy, egy kormányzásokat, ami valljuk be, óriási de számú szakembert igényel nagyon-nagyon-nagyon sokféle területen, és ebben nyilván időnként kell változás, és hogy ezt mikor, hogy kell megtenni, na ez a kormányzás nehézsége másik oldalon persze egy szép, szép kihívás. Ilyen mozgás, szerintem, hogy ekkora szervezetben, mint, mint amilyen egy kormánypártot jelen, nyil, nyilván van. Nyilván, akár időnként, időnként, a egy... időnként mindig van olyan, amikor amikor egy szervezetnek magába is kell egy kicsit nézni, és szerintem abból egyébként ez tud, most az tud fejlődni kevésbé látok én bele az országos politikába, én inkább mindig azt keresem helyben is, akár a mi munkánkban is, hogy amikor közeledünk egy ciklus végéhez, aztán ez nyilván azt fog jelenteni, hogy el fogunk kezdeni, ha megkapjuk -e ez a bizalmat, az új ciklust Fehérváron, akkor ez mindig egy lehetőség arra, hogy átgondoljuk, hogy na, akkor az elmúlt években ezt a munkát elvégeztük, ebben nem tudtunk előrelépni, ugyanazzal a személykörrel szeretnénk-e mindent tovább vinni, vagy hol van szükség változásra, milyen arányban van szükség változásra, a szerkezetes struktúrát hogyan változtatjuk, mert nem csak szerintem a személyek fontosak, hanem hogy mondjuk milyen kormányzati struktúrába vezetünk egy várost. Szerintem ezt óhatatlanul meg kell tenni. Szerintem egyébként ezt meg kell tenni egy közintézmény esetében is időről időre, meg kell tenni egy vállalkozás vonatkozásában egyaránt. E tekintetben szerintem a politika és a kormányzás sem különbözik. Igen, de Attól függetlenül, hogy Fehérvár polgármester nem országos politizálás, azért alapvetően az országos ügyektől nem tudja távol tartani magát, mert a közösségre visszahullanak ezek az ügyek. És a kérdés igazából nálam az, hogy hogyan tudja a Székesfehérvár, hogyan tudja a Székesfehérvári polgármester távol tartani magát, e, bocsánat, attól a, az urizálástól, ami elindult a Fideszben, vagy a Fidesz holdudvarában, vagy attól, amit, amit akár itt Horn Gábor nálunk mondott a minap, hogy, a, hogy az egész Orbáni politika az ezen a hűbérulami rendszeren alapul, és a, a ner erősödésén alapul, tehát, hogy alapszik. Tehát, hogy erre azért könnyű azt mondani, hogy én Fehérvár Fideszes polgármestere vagyok, csak engem ne bántsanak, de hát valójában ugyanezt a, 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 a kormányzatot szolgálja. Én a Fehérváriakat szolgálom, és ezt is szeretném tenni a jövőben, és ezen a területen is, hogyha Fehérvár közössége irányába, a város irányába történne bármi olyan, ami akár ilyen területekről érkezően is szerintem negatív, vagy valami... Olyan utasítás lenne, vagy akár csak erősebb kérés, amivel én nem tudnék morálisan és jogilag egyetérteni, vagy politikailag egyetérteni, akkor azt ugyanúgy adott esetben a belső fórumokon nyilván első körben szóvá tenném, vagy adott esetben kifele is megtenném. Én, én vagy azt látom, én. hogy lehet, lehet, lehet egy, egy várost, és azért Fehérvár ugyan európai szintenről nézve egy középváros, de azért magyar viszonylatban egy nagyvárosnak minősül. Én azt tudom mondani, hogy egy nagyvárost bőven lehet 14 éve úgy igazgatni, fideszes politikusként, hogy semmilyen nyomás, ilyenfajta utasítás soha nem érkezett, és nem kell ezzel a, ezzel a fajta modellel működtetni egy várost. Ez szerintem azt jelenti, hogy máshol is megvan ugyanez a lehetőség és ugyanez a szabadság. Az egy ö, ö, szerintem. Polgármesteri feladatkörből nézve egy sokkal érdekesebb kérdés, mert van napi jelentősége és komoly tétje, hogy amikor bennültünk a frakcióba, hogy a 2010 és 14 között úgy irányíthattam a várost, hogy közben parlamenti Én, képviselő is voltam. Még egyszer szerintem helyes, hogy ezt ketté választottuk. De annak volt azért egy előnye is. Az előnye pedig az volt, hogy amikor hétfőnként a frakció találkozott egymással, és volt egy frakciülés, utána pedig egy-két napot együtt töltöttünk a parlamentben, bizottságokban akkor volt egy folyamatos kapcsolattartás a helyi szint és az országos vezetők között. Legyen az frakcióvezetés, legyen az adott az kormányzati szereplők. Ha ott valamilyen ügy problémát jelentett, legyen az politikai ügy, legyen az egy jogi szabályozás, legyen valamilyen kormányzati döntés, akkor ott helyben be tudtunk csatornázni helyi közéleti, közösségirányítási, önkormányzati szempontrendszereket is. Aztán persze döntött a, a többség, hogy azzal éppen egyetértett, vagy nem. Nincs. Ez ma szerintem vaj, egy vaj hiány. Ma, van. Szerintem nem elég a... Én ezt korábban is elmondtam, én ezt nem ebbe a három hétbe éreztem így, hanem hosszú évek óta úgy érzem, hogy nincs igazán Tehát azt mondom, hogy intézményesített kapcsolati információs lehetőség. Ugye létezik a városok. Szövetsége. ez egy most ugye mind a 25 várost magába foglaló szövetség, most már több mint három évtizedes múlta tekint vissza. Egyébként ebbe pártállástól függetlő dolgozunk együtt polgármesterek, alpolgármesterek, jegyzők, és mi folyamatosan viszünk a kormányzat csak, irányába. Szabad, ebben a hierarchikus rendszerben én azt gondolnám, hogy ugyanúgy működik ez a kommunikáció, amit mi kívülről látunk, csak éppen most úgy működik, hogy oda telefonál Lázár János, vagy oda telefonál a polgármesternek, és azt Életen mondja, hogy ezt meg kellene tudom. építeni, ezt nem Semmilyen kellene nem történt. Építeni. Ezt abszolút nyugodt szívet tudom mondani, hogy 14 év alatt nem történt ilyen jellegű telefon sem Lázár Jánostól, sem mástól. Ha történik telefon, akkor mondjuk én keresem a miniszter urat, és nem, nem, mondom, hogy kérdőre vonom, mert ez nem lenne udvarias dolog, hanem megkérdezem, hogy mondjuk egy fehérvári fejlesztés, mondjuk ott az Osan körforgalom környéke, ami nem csak Fehérvárnak, hanem mondjuk az M7-es használóknak is egy nagyon fontos fejlesztés lenne, az miért nem megyünk már végre előre ebben az állami beruházásban. Ilyen megkeresés van, de olyan megkeresés, amire most utalt, velem nem történt ez én, alatt a másfél évtizedben. Én négy órát arra, hogy Fehérváron, ha a fenefenét is eszik, fog találni egyetlen egy olyat, ami korrupció Én egyetlen egy találtam, ami, ami talán azt mondom, hogy ott a helyieket is, és, és, talán az ellenzéki képviselőket is ö, felizgatta az elmúlt években Székesfélváron, lehet ilyet mondani. Ez pedig a, a stadionnak az építése, a Videóton Stadi a Helyérvár stadionnak az építése. A, a, stadiont a Strabag építette, tehát egy osztrák cég építette, egy nyílt közbeszerzési eljáráson, ráadásul az értékhatártól függetlenül Európából mindenki hőtett volna ezekre a közbeszerzési eljárásokra. De az igaz, hogy, hogy egyetlen egy, egy pályázó volt. Nem emlékszem, hogy a végén egy vagy kettő, de ugye abban a jogszabályi környezetben, ugye most az egy más jogszabályi keret volt, mint a mostani. A mostani beruházási törvény alapján most mást kellene jogilag lépni, mint annak idején ezt megtehette és meg kellett tenni az önkormányzatnak. De nyílt pályázat volt, tehát bárki más is pályázhatott volna, én nagyon örülök annak, hogyha nagyon sok pályázat van, mert a városnak két érdeke van egy beruházásnál, hogy határidőben és jó minőségben történjen meg, és a rendelkezésre álló pénzügyi keretek között. És a másik az építető mellett még az ár volt. Tehát, ha jól olvastam a stadionnak az építés az 9 milliárdról indult, és azt hiszem 13%. Csak, hogy hogy nem ugyanaz a műszaki tartalom. Tehát ugye általán... közben megváltozott a műszaki tartalom, illetve a környezet is bekerült a stadion felújításába, hiszen nem csak egy stadiont építettünk, hanem mellette a sóstó mindegy 200 hektáros természetvédelmi környezetet újítottuk meg, megmen, megmentve egyébként két tavat. Tehát nagyon fontos szerintem, hogy mindig a tényeknél maradjunk, és az almát az almával, és ne a körtével hasonlítsuk össze. Én egyébként szerintem örülhetek, vagy akár még azt is mondhatom, hogy büszke lehetek a polgármester hivatalra, hiszen a jegyző vezetésével valójában ők azok, akik a jogi felelősséget biztosítják, és a megfelelő szemben munkát, hogy másfél évtized alatt egy olyan ügyjelről tudunk csak beszélni, amiben láthatólag nem volt semmilyen ilyen jellegű negatív szál. Egyébként semmilyen jogi eljárás sem indította az ellenzék sem. Az ellenzéknek nem korrupciós vágya volt, hanem önmagában azt kifogás volt, hogy miért épült stadion, miért épült közösségi tér. Én pedig hiszek a közösség erejébe, ezért fontos egy színház, ezért fontos adott esetben stadion, vagy éppen egy új közösségi tér, ami most jön ugye létre az Alba Aréna. Ezért fontos egy uszoda, és itt visszacsatolnék arra, hogy az uszodát mi az állam segítségével tartottunk fönn, ugyanúgy, mint nagyon-nagyon sok más ellenzéki vezetésű önkormányzat. Utána már olvastam, igen, de hogy a hírekben nekem úgy jött le, hogy visszanéztem a hír a, azért, az nagyon, hogy azért, mert nagyon Fehérvár elsőként. Itt, egy, mert szerintem egy nagyon fontos kérdés, hogy biztos, hogy mindig nyilvánosságra hozzuk el azt a dolgot, ami a saját politikai oldalunknak nem mindig tetszik. Ugyanis, hogyha mi arról beszélgettünk, hogy én megfogalmazok kritikát néha a kormány önkormányzatokat érintő politikájával kapcsolatban, akkor a másik oldal is kérdés, hogy ez egy adott esetben ellenzéki vezetési önkormányzat, ha valamit kap a kormányzattól, akkor azt nyilvánosságra hozza-e. És közli Nyilván -e az azt, a közli a, közli, de szerintem elvárható lenne. Tehát, hogyha egy ellenzéki vagy egy kormánypárti város kap egy forrást, és ebből tudja az az uszodát működtetni és nyitva tartani egy olyan energiakrízisben, mint a tavalyi, akkor szerintem arról kutya kötelessége tájékoztatni a helyben élő embereket. Akkor is, ha egyébként mondjuk szükség lenne egy ilyen támogatásra, és nem kapja meg. De ha megkapja, akkor szerintem úgy illik, hogy azt is el kell mondani. Pár aktuális kérdés, kegyelmi ügy. Honnan Tudta meg ezt az egész kegyelmi ügyes történetet, és igazából mi volt az első reakciója azon túl, hogy ez nyilván mekkora, mire korábbi szóvivő volt, gondolom az is átfutott, hogy ez mekkora kommunikációs káoszt okoz most a párton belül, de hogy mi a véleménye erről, ki hibázott itt elsősorban. Én sajtóból tudtam meg, mint mind az emberek döntő része ebben, a, ebben a, az országban. Én valahogy nekem az első, első gondolatom is az volt, hogy ez egy, egy morális ügy és a morális ügyre csak morális válasz adható, és szerintem ez a morális válasz elnökasszonytól és egykor miniszterasszonytól megszületett azáltal, hogy ők lemondtak. Hát ugye mondja azt az ellenzék, hogy lemondtak, mert lebuktak. Hát Gyurcsány Ferenc nem mondott. Na, hát, ez a válasz Tehát hogy Megyesi Péter lemondott. De erre meg ugye az, hogy az ellenzék, hogy Ferenc Fekete, Fekete, győr, Fekete győr képviselő ellenés... lemondott, Varjú képviselő lemondott. Első fokú ítélet a ítéletekről mert? beszélünk. Tehát azt gondolom, hogy igen, minden oldalnál érdemes megnézni, hogy minek mi a következménye. Itt volt következménye egy, egy hibának. A hibából a két érintett levonta a következtetést is pár napot követően lemondott. Szerintem ez egy nagyon fontos üzenet. Amit szerintem fontos lenne hozzátennünk, hogy, hogy az áldozatoktól és az ő családtagjaiktól, közösségüktől szerintem fontos ilyenkor elnézést kérjünk, talán még így is fogalmazhatok. Másodszorban pedig, és itt jön egy polgármesteri feladat, hogy azt megnézni, hogy amikor van egy ilyen ügy, ami a, a nyilvánosság eléhoz egy nagy-nagy területet, nevezzük gyermekvédelemnek, akkor helyben e, milyen teendőink vannak, vagy lehetnek, és én rögtön tágítanám is a kört, mert szerintem nem önmagában a gyermekvédelemről fontos, a hanem a szociális... Hivatal, nem? nem, hiszen ott nem önkormányzati fenntartású intézményről van. Szó szóval itt más az alapellátás, más a szakellátás, ebben vannak egyházi és civil fenntartók is, állami fenntartók is, és van olyan intézmény, amit pedig önkormányzat tart fönn, bár az egy családvédelmi központ alapvetően. Mi dolgozunk egyébként e tekintetben egy konkrét tartalmi elemekből álló cselekvési terven, hogy megnézzük, hogy mit tudunk mi tenni, nem csak a gyermekvédelem, hanem általában a szociális terület vonatkozásában. Ezt reményem szerint március végén nyilvánosságra fogjuk hozni, és az áprilisi közgyűlés meg is fogja tudni tárgyalni. Kicsit más területen is környezetvédelem vonatkozásában szoktam azt mondani, de itt is talán igaz, hogy gondolkoz globálisan, de cselek egy lokálisan. Tehát, hogy, hogy egy globális, magyarul egy ország egészét érintő, az ország nagy nyilvánosságát megszólító ügyben mi lehet a helyi közösség feladata szerepe, és mi azon belül az önkormányzatnak, mind intézményfenntartónak, mind szabályalkotónak, mind finanszírozónak támogatónak a feladata. Elfogadná azt a javaslatot, és. Vegyük le azt, hogy ellenzéki eh, javaslat, hogy a kegyelmi döntések, köztársaságának, a kegyelmi döntései nyilvánosak legyenek, és akár kötelezően indoklásra szoruljanak? Ezért a nagyon, a igen, jár, ha, ha, nagyon, ha nagyon röviden kérdez engem, akkor most szerintem a, a társadalom teljes megnyugtatása érdekében valamit a kegyelmi joggal is érdemes lesz kezdeni a parlamentnek. Mert szerintem erre is vár most a társadalom. De az szerintem azért hangsúlyozni érdemes, hogy itt azért volt egy 30 éves gyakorlat. 30 éves gyakorlaton akkor egyfajta amennyire lehet társadalmi közmegegyezéssel kell változtatni. Hiszen eddig az volt a gyakorlat, hogy az elnökök ne indokolják, most vonatkoztassunk el ettől a konkrét ügytől bármilyen korábbi kegyelmi döntésüket, akár pozitív volt a kegyelmi döntés, akár adott esetben elutasító volt. Lehet ezen változtatni, de akkor alakuljon egyfajta közmegegyezés ki, és ezen belül persze ezt a politikának kéne fölvállalni. Nagyon kíváncsian várom, hogy akár az alaptörvénymódosítás, akár az egyéb szabályok tekintetében gyermekvédelemre is gondolhatunk, a kegyelmi jogkör kérdéskörére gondolhatunk, hogy hogy képes lesz-e a parlament, és ha igen, milyen arányban egységes vagy közel egységes döntést hozni. Szerintem ezt egy politika követő ember, de talán még a szélesebb társadalom is figyelemmel fogja követni a következő hetekben. Ha ült volna ott az igazságügyi minisztériumban felterjesztőként Budaházi Györgyöt, kiengedte volna? Nem feltétlenül ö, engedtem volna ki, de azért az sem feltétlenül jó, amikor, jó, amikor másfél évtizeden keresztül meg nem születnek meg jogi döntések, hiszen azért emberi életekről van szó, elvonatkoztatva megint adott esetben egy konkrét ügy konkrét, konkrét személyétől, de de nagyon, azért de, nagyon fel, épp, is a merem pont, az nagyon nem, nem ismerem az ügy, nagy ellen nem, el ugye úgy, minden szerintem hogy... minden ilyen érdekes kérdés. Az is érdekes kérdés, hogy abból valójában nem lett utána, lett belőle politikai kérdés, de az társadalom széles rétegeit talán kevésbé szólította meg. Nyilván ez a mostani ügy, mitán gyerekeket érintett, és szerintem a, 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 magát a pedofil bűnözést a társadalom tényleg döntő része, nagyon-nagyon-nagyon elsőprő része elutasítja a jogi értelemben, morális értelemben. Egy utálatos dolognak és büntetendő dolognak tartja. Itt sokkal inkább megvolt ez a fajta társadalmi közhangulat. Egyet az, hogy az emberek ezzel foglalkoztak. Én magam is tapasztaltam azokban a napokban járva elve a, a várost. Bár azt is tapasztaltam, hogy, hogy sokan jöttek azzal a kérdéssel, hogy hogy akkor most kitartja fönn nálunk az adott otthont. Tehát ami eddig nem volt feltétlenül közfigyelem központja, az most egyébként az lett, de hát egy ilyen helyzetnek talán ez is természetes velejárója. Az önkormányzatnak pedig lépnie érdemes, át, érdemes áttekinteni a rendszert, és megnézni, hogy hol tudunk belépni. Például új intézmény alapítással van egy lehetőség, egy gyermekek átmeneti otthona létrehozására, ezt a törvény 20 ezer fő fölötti településeknél megadja. Például mi elgondolkodtunk most azon, hogy Valószínűleg így ilyet létre fogunk hozni. Pont egyébként a bántalmazások kérdésében e, talán lehetne ennek szerepe. Úgyhogy a közgyűlés erről is reményeim szerint pozitív döntést fog hozni, és abban is bízom, hogy mondjuk ezt a csomagot, amit mi beviszünk a testület elé ebben a, a szociális szektort érintő kérdéskörben, a politikai hovatartozástól függetlenül a testület egészen fogja tudni támogatni. Egyébként a helyi döntésénk jelentős része így születik meg. Ebben is különbözik az országos politikától. Köztársasági elnök. Támogatna egy olyan javaslatot, öm, ahol közvetlen államfőválasztás lenne, tehát hogy az emberek döntsék el, hogy ki, az ország államfője. Jó. Nyilván ez is alkotmánymódosítás, nyilván ez is hoz a előkészítés, de hogy egy maga, képvisel... maga a gondolat. Egy képviseleti demokráciában most is az emberek döntik el, hiszen ők delegálják a, a parlamentbe a, a de képviselőket. Ugye ebben is volt 1990-ben egyébként népszavazással akkor megerősített politikai közmegegyezés, hogy az a fajta elnöki berendezkedés, ami nálunk az elnök hatáskörét, jogköreit érinti, az nem teszi indokoltá a közvetlen választást. Szerintem nem az a kérdés igazán, hogy közvetlen vagy közvetett, hanem hogy kialakítható-e a jövőben bármelyik modell mellett, aztán esetleg személy mellett valamennyivel nagyobb közmegegyezés, mint az elmúlt talán azt de is hát mondhatnám, hogy hát, 30 nem. évben. Hát szemmelhet, hogy ha végignézzük a köztársasági elnököket, Igen, ez mindenki egy, az adott... Ez nyilván azt a kérdést párthoz. is felveti, hogy valójában a köztársasági elnöki tisztséget betöltő személyek mennyiben tudnak, ha nem is teljes nemzeti egységet, de legalább arra való törekvést kifejezni. Nekünk például nagyon-nagyon fontos az Székesfehérváron, hogy a történelmi városból fakadó mondjuk történelmi ünnepeinken időről időről látjuk-e a köztársasági elnököt. Mondjuk augusztus 20-án Szent István ünnepén, aminek, aminek minden része Esztergomhoz és Székesfehérvárhoz kötődik, és joggal, sokszor, szerintem joggal sokszor éreztük úgy, hogy hogy miért nem jön el a, a korábbi köztársasági elnökök közül bármelyik is, hogy, hogy augusztus 20-án velünk ünnepeljen. Ezt például Novák Katalin megtette, Bízom benne, hogy a megválasztott köztársasági elnök is megteszi a képként, például alkotmánybíróság elnökeként, az Aradbúle emlékében Szentgyörgy nap magasságába egy alkotmánybíróság ülést tartott Fehérváron, ezzel is tisztelegve. Egyébként annak a városnak a közössége előtt, ahol 800 évvel ezelőtt az aranyból kibocsátása megtörtént. Nekünk ezek fontos gesztusok, és a helyi közösségnek, különösen a, a nagy lokálpatriót a közösségnek, ezek nagyon fontos visszacsatolások. Bízom benne, hogy lesz ilyen a jövőben is. Lejárt az időnk, de két-három gyors kérdés, gyors válasz, ha, ha megenged, szokott uh, találkozni, összejárni a miniszterelnökkel nem hivatalos ügyben? összejárni nem szoktunk találkozni, szoktunk például labdarúgon mérkőzésen, bár ott is most viszonylag régóta nem találkoztunk, mert én ö, édesapámmal, bátyámmal, gyerekekkel egy ö, sima bérletes szektorban szoktam ülni korábban. Vipáholyba beszokott ülni, Csányival, Garancsival. Nagyon régóta nem ültem abban az elnöki Vipáholyba, De pedig ő... a város tulajdonos. Én ezt akartam mondani, amikor ők ott ülnek, akkor ön lenül a szektorban. Nekem és... oda szól a bérletem. Ott volt Mészáros Lőrinc esküvőjém? Nem voltam. Volt már 60 pusztán? Nem voltam. Kiment volna az influencerek tüntetésére, hogyha ha éppen nem háér. vagyok, nem vagyok influencer, viszont ők azt kérték, hogy a politikusok maradjanak távol. Marad-e Székes Férvár polgármestere az önkormányzati választás után, vagy hát az önkormányzati választáson elnyeri a szavazók bizalmát? Ez a Székes Férvárják döntése, én kérni fogom a bizalmukat. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Cserpalkovics András, Székesférvár Fideszes polgármestere volt a vendégünk. További érdekes tartalma, kér maradjanak velünk, kövessenek minket. Köszönöm figyelmüket, a viszontlátásra!